Neruda Károly vendégünk, Szemeretelep új plébánosa. Üdvözlöm! Én is sok szeretettel üdvözlöm. A beszélgetésünknek ugye az az apropója, hogy ön mostantól önvezeti ezt a plébániát, ezt a közösséget, de nem ismeretlen itt, hiszen ugye már egy ideje kapcsolatban áll a közösséggel. Mióta és milyen ez a kapcsolat? Hát hivatalos módon augusztus 1-ével kaptam meg a dispozíciót, az ide helyező okiratot, de gyakorlatilag szeptember elején tudtam ezt a szolgálatot átvenni, és addig a Zsolt atyával, Mahi atyával hármasban együtt laktunk, és együtt végeztük a lelkipásztori szolgálatot. Majd miután nekik lehetőségük nyílt arra, hogy elfoglalják az új állomás helyüket, Pest-Szent Erzsébet főplébánián, akkor kezdhettem el belakni a plébánia rámeső részét. Mondjunk néhány szót azoknak, akik még nem ismerik önt, hogy korábban hol szolgált, milyen tapasztalatokat szerzett, és akkor rögtön néhány gondolatot arról is, hogy milyenek a tapasztalatai itt már a szemeretelepi plébánián. Én Zsolt atyának vagyok az évfolyam társa, és vele együtt szenteltek 2000-ben Esztergomban. Első állomáshelyem az Kőbánya Szent László plébánia volt, ahol úgymond rögtön a mély vízbe kerültem. Itt egy olyan nagy plébániai közösségbe vállaltam föl a szolgálatot, ami elég összetett volt, sok feladatot jelentett, közben a plébános atya börtönlelkész is volt, ez még inkább komplexé tette az egész közösségnek a belső működését, de alapvetően egy, mondhatjuk azt, hogy egy jó szellemi kiképző tábor volt. Ezután kerültem Kispestre, majd pedig egy idős atyát segítettem, aki később a nagyon jó barátommá vált a Örök Imádás templomban. Utána Dunabogdányban voltam plébános, ami egy sváb nemzetiségű település, és ezt követően pedig Pestújhelyre kerültem, mellette pedig a Szipolytölgyesi Szent Erzsébet otthon értelmileg akadályozott fiataljainak, felnőttjeinek. Miséztem, beszélgettem velük, támogattam az ő életüket. Pestújhely gyakorlatilag egy ilyen lelki békét, megnyugvást jelentett a számomra, és ezután következett az a lépés, hogy ide helyeztek Szemeretelepre. Egyelőre próbálok bölcs lenni, és szemlélni, figyelni az embereknek a belső működését, mik azok az értékek, amelyekre lehet építeni, mik azok a fájdalmaik, nehézségeik, vagy belső küzdelmeik, ahol úgy látom, hogy valódi belső támogatásra van szükségük. Egy közösségnek ugye mindig kellemetlen, hogyha elveszti a vezetőjét, és új embert kell megszokni. Mégis hogyan fogadta a közösség önt? Szakmai szempontból teljesen megértem az embereknek a belső működését. Gyakorlatilag itt egy gyászmunkáról van szó, hiszen nem csak az a gyászmunka az életünkben, amikor valaki meghal, és lépésről lépésre el kell engednünk, hanem számtalan gyász érintettség van az életünkben. És azt hiszem, hogy egyrészt megéli a közösség a gyászt, hogy egy olyan embert, illetve én mellé tenném a Mahi atyát is, a maga színes és szerintem fantasztikusan gazdag személyiségével, tehát két embert kell elengedniük, és szerintem, ha ez a folyamat egészséges módon egy belső harmóniában lezajlik, akkor fog következni az a stádium, hogy valóban kezd elfogadni a közösség. Emellett én is megélek egyfajta gyász folyamatot, hiszen egy olyan közösséget hagytam magam mögött, akik elfogadóak voltak, kölcsönösen elhordoztuk egymást, másrészt pedig egy örömteli élményem, hogy nagyon sok olyan ember van, aki valóban vágyik arra, hogy szellemi támogatást kapjon. És ez egy nagyon pozitív kihívás az én számomra, bár azt megélem, hogy ez nem lesz egy könnyű folyamat. Bölcsességre, szeretetre, egy letisztult egyszerűségre van itt ebben az esetben szükség. Említette, hogy most még a
hely a közösség feltérképezése folyik. Számíthat-e a közösség bármiféle változásra? Vannak-e már tervei, vagy még nagyon elején vagyunk ennek a folyamatnak? Alapvetésben én erről az egész kérdésről egy kicsit más megközelítéssel gondolkodom. Mégpedig arról van szó, hogy nem tervekben gondolkodom, hanem inkább belső folyamatokban. A külső rendszer tekintve úgy látom, hogy egy nagyon bölcsen fölépített közösségi intézményrendszerről van szó, ahol olyan óriási nagy változtatásokra nincs szükség. Természetesen bizonyos változtatásokra mégis szükség lesz, amiatt, hogy én két ember helyett vagyok itt egyedül, másrészt azért, mert mellette értelmileg akadályozott emberekkel is foglalkozom, illetve ezen a területen művelem magamat, de alapvetésében szerintem itt egy nagyon átgondolt és egy nagyon szépen jól működő közösségről van szó, ahol ott van a vidámság, de ott vannak a mély emberi értékeknek, a hitnek a megélése. Nincsenek olyan projektjeim, amivel kifejezett módon bele akarok avatkozni a közösségnek az életében. Inkább figyelem azokat az erővonalakat és belső mozgásokat, amelyek vannak, és ezeken az erővonalakon haladva szeretnék egy olyan támogatást adni a közösség számára, hogy a közösség egyre inkább megtalálja a belső saját szellemi arculatát. Nem szeretnék egy kívülről jövő, úgymond lelkipásztori tervet ráerőltetni a közösségre, inkább szeretném önmagam számára is úgy megfogalmazni apróbb, nagyobb célkitűzéseimet, amelyben ott van jelen az a szellemiség, amit én megélek belülről, a saját arcom, a hitem, és ez valamiféleképpen támogatja az egész közösségnek a fejlődését, meg tovább lépését. Az eddigiekből már kiderült, hogy ugye sok állomás helyen dolgozott eddig, sokszor kellett újrakezdenie, vagy új közösségbe beilleszkednie, ott vezetővé válni. Általában mi a legnehezebb kihívás, amit egy új helyen, amivel szembe kell nézni egy új helyen, és esetleg, hogyha lehet erről beszélni, akkor itt Szemeretelepen mi az a legfontosabb kihívás, ami most önnek feladatot ad? A legnagyobb feladatot az a kommunikációs csatornának a kiépítése jelenti az én számomra. A kommunikáció tudományában is megjelenik akár egy emberi személyről, ha gondolkodunk, akkor a virtuális kép meg a valóságos képnek a egyedisége, és ez nagyon sokszor különbözik egymástól. Talán egy pap, egy lelkipásztor, főleg egy plébános felé nagyon sokszor vegyes, virtuális, elképzelt, belső szellemi képpel fordulnak, és idő kell ahhoz, hogy a valóságos kép megjelenjen, és megélhessék az emberek azt a csodát, hogy a valóságos képen keresztül akar esetleg az Isten valamiféle belső támogatást adni. Szerintem ehhez van nagyon nagy türelemre szükség a közösség részéről is, meg az én részemről is, hogy esélyt tudjunk egymásnak arra adni, hogy valódi kommunikáció szülessék meg köztünk. Szemereteleptől egy kicsit elkanyarodva említette, hogy értelmileg akadályozott fiatalok lelki vezetésével is foglalkozik. Ez a feladat, ez hogy találja meg az embert, és hogy kezd el vele foglalkozni? Gyakorlatilag belenőttem az ő csodálatos világukba. 18 éves korom óta önkénteskedtem a Ipolytölgyesi Szent Erzsébet otthonban. Így spontán módon kialakultak olyan emberi kapcsolatok, amelyek betekintést adtak az ő igazi világukba, az ott dolgozó, ott élő embereknek a világába. Ebben a lelki, szellemi légkörben hát egy olyan kapcsolatrendszer alakult ki, amelyről bátran állíthatom, hogy szerintem ez egy életre szól. Másrészt pedig az élet úgy hozta, hogy
hogy az otthon lakó ilyen lelkipásztori értelemben magukra maradtak. A mi egyházmegyénkben is tapasztalható a paphiány, de a vidéki egyházmegyéket ez még inkább sújtja. Ez azt jelenti, hogy oda Ipolytölgyesre nagyon ritkán tud eljutni pap, aki jelen van az ő életükben. Másrészt, hogyha eljut is, akkor sincs mögötte egy kapcsolati háttér. Akkor abban az időben olyan volt az én élethelyzetem, hogy el tudtam járni Ipolytölgyesre, és gyakorlatilag elkezdtem, szerintem most már egy jó 6-6,5-7 év óta ezt az intenzív szolgálatot Ipolytölgyesen. Egyre inkább megtapasztaltam azt, hogy ezek az emberek valami fantasztikusan nagy értéket képviselnek a mi életünkben. Utána pedig az élet úgy hozta, hogy még egy közösség alakult Rákospalotán, mégpedig úgy, hogy egy vakfiú járt a pestújhelyi templomba az édesanyjával, aki az Értelmes Életért Alapítvány lakóotthonban dolgozott, meg töltötte életének a nagy részét, és ő üzent, hogy az ott lakó fiatalok szeretnének végre egy pappal találkozni, mert az ő otthonukba már 10 éve alakult az otthon, még nem járt se pap, se lelkész, és ők nem csak a rádióból akarnak hallani valamit az Istenről, vagy a televízióban látni valamit különböző műsorokban erről a témáról, vagy a hangos könyvtárból akarnak hallgatni valamiféle üzenetet, hanem ők akarnak találkozni egy pappal. És így történt, hogy találkoztunk, beszélgettünk, együtt énekeltünk, és ezekből a találkozásokból egy valódi ilyen baráti hitben, szeretetben épülő közösség lett, ahol vannak olyanok, akik nincsenek megkeresztelve, vannak olyanok, akik igazából még nem hisznek az Istenben, de meg akarják élni a szeretetet, egyszerűen összefoglalóan emberi életet akarnak élni ezek a fiatalok. És ez engem annyira megérintett belülről, hogy úgy tapasztaltam, hogy ebben az irányban kell belül fejlődnem. Azt az egyet árulja még el, hogy ugye rengeteg feladata van. Hogy lehet úgy beosztani időt, erőt, energiát, hogy az ember ingázni is tudjon, ugye Rákospalota, Lőrinc, meg ráadásul még vidék között is, és minden feladatot teljes intenzitással meg tudjon csinálni ezt, hogy képes erre egy ember? Egyelőre én is keresem ezeket az utakat, és próbálom felfedezni azokat a sarokpontokat, amelyek valóban lényegesek belülről, és azokra fókuszálni. Most nem merném azt kijelenteni, hogy ez még sikerült, azt sem merem kijelenteni, hogy ez rövid időn belül kiépül egy olyan rendszer, ahol ez teljes harmóniában tud együttműködni. Én nagyon, nagyon számítok azokra az emberekre, akik a közösségünknek a tagjai, hogy össze tudunk fogni bizalommal, egymás elhordozásával, és így oda tudok figyelni arra, ami valóban az én belső szellemiségemhez hozzátartozik, és amivel úgy élem meg, hogy a leginkább tudok használni ezeknek a közösségeknek. Összefoglalóan ebben a témában azt tudom mondani, hogy egyedül nem fog menni, de hogyha találok olyan embereket, akik őszintén be tudják fogadni bölcsen ezt az egész helyzetet, és ezeket a pozitív jelen meg jövőképeket, akkor úgy az Istennel együtt menni fog. Sok és komoly feladat ez. Én sok erőt, rengeteg erőt és energiát, és sok sikert kívánok ahhoz, hogy mindez sikerüljön. Köszönöm, hogy beszélgettünk. Én is köszönöm szépen, és engedje meg, hogy befejezésül felolvassak egy rövid idézetet, amelyet ajándékba szánnék önnek, meg a nézőknek is. Szpilinszky János Átváltozás című verse. Szerintem ez a fajta szeretet az, ami valamit is tud belülről változtatni az életünkben. Ez az, ami engem tud pozitív irányba elvinni, és hiszek abban, hogy ez a fajta hozzáállás tudja igazából az embereket nem egy előre kitaposott ösvény felé irányítani, hanem
arra vezetni, hogy megtalálják a saját útjukat az életükben. Rossz voltam, és te azt mondtad, jó vagyok. Csúf, de te gyönyörűnek találtál. Végig hallgattad mindig, amit mondtam. Halandóból így lettem.